A kárenyhítés rendszere Magyarországon már 2009 óta bevezetésre került. A kárenyhítési rendszer arra szolgál, hogy az adott gazdálkodási évben a gazdálkodókat ért káresemény általi jövedelemkiesést valamilyen módon legalább pótolni tudja. De arra is szolgál, hogy magát a káreseményt megelőzze, azáltal, hogy a jégkármérséklő Jéger rendszer működtetéséhez hozzájárul az alap. A bejelentés módja minden esetben elektronikus módon történik. Kárbelejelentő juttatás iránti kérelmet az a gazdálkodó nyújthat be, aki magát a káreseményt, a mezőgazdasági káreseményt, a bekövetkezést követő 15 napon belül az arra szolgáló államkincstári felületen bejelentette, majd ezt a kormányhivatal helyszíni ellenőrzés keretében levizsgálta, és ők megállapították a legalább 30 os bevétel, illetve hozam kiesést. Azonban fontos tudni, hogy a pozitív kormányhivatali határozat önmagában még nem jogosít fel kárenyhítő juttatásra. A kérelem benyújtási határideje 2023. november 30-a éjfél.